A kérdés, ami mostanában foglalkoztat, hogy lehet-e együtt kávézni az Istennel? Az Istent érdekli, hogy mi van velünk. Érdekli, hogy mi van velem. Része akar lenni az életemnek. Rá tudom-e bízni az én életemet az Istenre? Ha igen, a legapróbb dolgokban kell elkezdenem, hogy eljussak oda, hogy a legnagyobb dolgokat is rámerem bízni, végső soron az egész életemet. Én pedagógusi pályára énektanárnak készültem, ám az Istennek más tervei voltak velem. Hosszú időbe telt, mire letisztázódott bennem a kérdés, de végül is igent mondtam az ő hívására. Ez a döntés válaszút elé állított. Választanom kellett a családos élet és a papi hivatás között. Ha az ember két dolog közül kell, hogy válasszon, általában van egy jó és van egy rossz út. Az én esetemben ez nem így volt. Két jó közül kellett választani. Hivatást éreztem egyrészt a családos életre. Ez az ember alaphivatása. Én is arra vágytam, hogy legyen egy világi szakmám, legyen egy feleségem, és legyenek gyermekeink. Ám ugyanúgy hivatást éreztem arra, hogy az Istent szolgáljam, hogy egészen az Istené legyek. Ez egy keresztút volt, hiszen amikor felmerült bennem a papi hivatás gondolata, egy párkapcsolatban éltem. A nehézséget az okozta, hogy tudtam, nem csak a saját életem felől döntök, hanem egy másik ember élete felett is. Ám az Isten újra és újra hívott. Egyre erősebben éreztem arra vágyat, hogy papként őt szolgáljam. Ezért jöttem a szemináriumba. Ez a hely közel sem csak a lemondásokról vagy a tanulásról szól. A szeminárium számtalan lehetőséget hordoz magában, amit rajtunk áll, hogy kihasználunk-e vagy sem. Lehetőség van mély barátságokat kötni, megosztásokra, közösségi életre, együtt játszani, és legelsősorban lehetőség van az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Amikor először hallottam egyik tanárom szájából, hogy ő együtt szokott kávézni az Istennel, megdöbbentem. Nem tudtam elképzelni, hogy ez lehetőség. Ám egyik vasárnap délután otthon lefőztem egy kávét, kiültem az udvarra, és egyszerűen csak elképzeltem, hogy az Istennel kávézom. És valósággá vált. Valósággá vált az a kapcsolat, amiről addig csak álmodtam, amit addig csak történetekből hallottam, de nem volt saját tapasztalat, saját élmény. Az Istent érdekli, hogy mi van velem. Az életem legapróbb részleteire is kíváncsi. Ezért be kell vonnom őt mindenbe, amit teszek. Nincs az Isten előtt semmi olyan, ami nem tartozna rá. Ő mindenre kíváncsi, és mindenben partner. Arra vár, hogy meghívjam az életembe. Ha hihetetlenül is hangzik, hogy lehet együtt kávézni az Istennel, csak ajánlani tudom. Érdemes kipróbálni. Fogjunk egy bögre kávét, vagy egy teát, és üljünk le, tegyünk egy másik széket magunkkal szemben, vagy magunk mellé, és képzeljük el, hogy az Úr leül mellénk, és osszunk meg mindent, amit szeretnénk vele. Lehet kávézni az Istennel? Lehet.